tavaszra további két fejezet tudja követni, a 23-as és 24-es az alapjogokról és a belügyről szóló. Ez már csak azért is fontos számunkra, mert a 23-as fejezet tartalmazza az emberi és kisebbségi jogokra vonatkozó kitételeket is, amelyeket ugye a mi közösségünk különösen figyel és érint bennünket. Mindez persze nagy munkát jelent a tárgyaló csapatnak és a szerbiai intézményrendszernek is, a kormányzatnak, a parlamentnek, hiszen minden témát a fejezetekben lépésről lépésre meg kell vizsgálni, és össze kell hangolni a szerbiai joganyagot az EU-ssal.